mindenkinek ajánlom, aki foglalkozik nem csak a szájüregi egészséggel, hanem az általános egészségi állapottal is, hiszen az utóbbi évtizedek klinikai és laboratóriumi kutatásainak eredményei újra bebizonyították, hogy a szájüregi egészség szorosan összefügg az általános egészséggel. Kiderült, hogy a szinte tünetmentes ingyulladás vagy fogágybetegség, amiben nagyon sok honfitársunk is szenved, a szervezetben egy állandó gyulladásos állapotot tart fenn. Ez a gyulladásos állapot pedig olyan szisztémás betegségeket vált ki, mint például a kardiovaszkuláris betegségek, a légzőszervi betegségek, várandósoknál a koraszülés, és az előadás témája igazán arról szól, hogy a fogorvosi kezeléssel, illetve a szájhigiénés kezeléssel hogyan tudjuk befolyásolni ezeket az általános betegségeket, hogyan tudunk hozzájárulni a megelőzésükhöz, és hogyan tudjuk esetleg csökkenteni az ezzel kapcsolatos szövődményeket.